kabaré az a műfaj, amikor többen vannak egyszerre színpadon, és figurát alakítanak. Azt érzem, hogy picit más, mint a többi. Sajnos ezektől már eléggé elszoktattuk a közönséget, és meghökkennek, hogyha valaki mondjuk úgy meghal a színpadon, vagy ordítanak, ütik egymást. Próbálunk mozgásban is beletenni annyi humort, amennyi csak lehetséges. A színészek azok a lettek, akiket találni tudtunk. A kabaré műfaját úgy fogjuk megújítani, hogy ez egy új előadás. Kettőjüknek van papírja róla, másik pedig szoktak úgy szerepelni, mintha a színészek lennének. Annyiban más, hogy mi, mikor ketten adjuk elő a jelenteket, akkor tudjuk a szöveget. Ez egy újítás így a színházi oldal részéről, így hogy Janko Öcs és Mogács kollégával együtt dolgozunk, hogy ők viszont nem. Azt hiszem, hogy egyik sem színész egy, hanem színész kettő, színész három. Ja, leszek zombi is benne. Nagyon sokat próbálunk erre a kabaréra, de ugyanez az oka ennek, hogy sokat próbálunk, hogy ők a próbákon majd megtanulják a szövegeket, amit mi otthon meg szoktunk oldani. Csak a gyáva színész tanul szöveget. Felhújható díszletek és jelmezek lesznek, ami a címre hajaz, a belül semmire. A belül semmi címet nem nagyon tudom értelmezni, az a probléma. Ráadásul úgy hirdették, hogy az én fejemet tették ki, és fölírták, hogy belül semmi. Ez nekem kicsit rosszul esik. A Szerdők, Vinnai András, Labola Kornél, Bálint Ferenc, Tóth Szabolcs és Kovács András Péter. Ugye? Nem adtam ki senki. Kurva jó vagyok. Nagyon jó kérdés.